Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Megkezdődik Vasmegyeren az orvosi rendelő felújítása, de sok más fejlesztési terv van még a kistelepülésen. Hamarosan jövünk a részletekkel, mutatjuk a teljes kínálatot. Kiszáradva, nem kaptak elegendő csapadékot a burgonya ültetvények. Fejlődőben Vasmegyer, megújul az orvosi rendelő a településen. Bezárva, rengeteg kisbolt szűnt meg néhány éven belül. Továbbra sem kaptak elegendő csapadékot az ültetvények a Vármegyében. Bár jónak indult a szezon, így július végére, augusztus elejére egyértelművé vált, elkeserítő a helyzet a burgonyát illetően. Többek között erről is szó volt a múlt héten az Országos Nemzetközi Burgonya Tanácskozáson Gyulatanyán. Téma volt azonban a kukorica is, a helyzet ott sem rózsás. A szakemberek szerint egyes táblákban hektáronként legfeljebb 40-50 mázsa termésre lehet számítani. Mozart, kamélia, szárad, libra, vagy ahogy a legtöbben hívják, krumpli. De amíg az avatatlan vásárlók csak az ár alapján választanak maguknak a különféle fajtákból, addig így Gyulatanyán a burgonya szakértői találkoznak több mint 30 éve rendszeresen egymással, hogy megvitassák a magyar burgonya termesztési jelenét és jövőjét. A gyulatanyai kísérleti állomás úgy gondolom, hogy egy olyan kovászműhely, nyugodtan mondhatjuk azt, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, és nem csak a vármegyei, hanem úgy gondolom, hogy itt a térségi termelőknek egy nagyon komoly lehetőséget biztosít, nem csak a találkozásra, hanem a szakmai tapasztalatoknak a megosztására és a jó gyakorlatoknak a megosztására tudnak találkozni egymással a termelők, találkoznak azokkal a szakpolitikusokkal, szakemberekkel, akik úgy gondolom, hogy a döntéshozatalban nagyon komoly szerepet játszanak, és hát találkoznak azokkal a vállalkozásokkal, azokkal a cégekkel, akikkel lehet, hogy nap mint nap nem tudnak egyeztetni, és itt úgy gondolom, hogy találkozik sok minden, amely mind-mind segítséget nyújt ahhoz, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a termelők előre tudjanak egyet lépni. A burgonya termesztés jövője körül azonban igencsak sok a kérdőjel, legalábbis az országnak ebben a régiójában. Közel 40 fajta burgonyát mutatunk be a látogatóknak. Hát sajnos ez az év nagyon jól indult, a tavasz kellő mennyiségű csapadékkal, de sajnos Gyulatanyán az elmúlt 7 hétben szinte semmi csapadék nem volt, ellenben a környéken esett az eső, illetve ezt az iszonyatos UV-sugárzást, illetve ezt a meleget ugye a burgonya nem tolerálja, ahhoz képest, ahogy így a szakemberek mégik, amikor felszedtük a mintákat, azt mondják, hogy nagyon meg vannak elégedve a fajtákkal. Hát sajnos, hogyha nézzük az előrejelzést az elkövetkező évekre, a burgonyára nem túl sok jóval kecsegtet, tudnék ez a felmelegedett trópusi időjárás, ugye 25-30 fok felett a burgonya az már nem érzi jól magát, nem a gumon növekszik alul, hanem az indára dolgozik, tehát túlélése magyarul, de reménykedjünk abba, hogy ez az időjárás, illetve hát ugye öntözés nélkül burgonyát nem lehet termeszteni. Egyre több gazda egyébként, akik ide bejönnek, kisebb területen próbálják ki, ők előszeretettel vannak a burgonya termesztés mellett. Az Agrárkamara vármegyei elnöke szerint a klímaváltozás miatt a burgonya termesztésben egyre nagyobb szerepe van a kutatásnak. Én is burgonya termelő vagyok egyrésztről, és nagyon kíváncsi vagyok az újdonságok iránt, illetve hogy melyik azok a fajták, amik nagyjából követni tudnák ezt a klímaváltozás káros hatásait. Ugyanis az idén is a burgonya termesztés kívül szinte mindenki találkozott egy olyan helyzettel, hogy senki nem gondolta volna itt, hogy Magyarországon is eléri a hőmérséklet a 40 fokot, és ezek a burgonyák akkoriban érkeztek a 40 fok környékére, amikor már a lombozat lement, és most nagyon kíváncsiak vagyunk, meg én is érdeklődök majd itt, hogy mit tapasztalnak, hogy milyen hatás érhette a tárolás szempontjából ezeket a burgonyákat, amikor már a lombozat nem védte, úgymond, és ez a bakhát akár 60 fokra vagy a fölé is melegedhetett, annak hatására, hogy nem védte semmi, ez egy új helyzet lehet, és akkor a kutatás megint egy új helyzetet teremt itt a klímaváltozás hatása, hogy viselkednek ezek a burgonyák akkor, amikor már beértek, és ott a talajba egy 60 fokos hőmérséklettel kell nekiek találkozni. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, a magamét is nézegetem, hogy,
hogy milyen hatásai lesznek ennek később a tárolás szempontjából. Az eseményen részt vett Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár is, aki elmondta, a kormány újabb olyan pályázatokat tett elérhetővé június végén, amelyből a burgonya termesztők is profitálhatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország egyik éléskamrája burgonya termesztés tekintetében is. Nem gondolnám, hogy a világban burgonya nagyhatalom lennénk. Sajnos csökkentek is a burgonya termesztéssel bevetett területeink, de nekünk az a célunk, hogy megtartsuk azt a önellátó képességet, vagy elősegítsük azt az önellátó képességet, hogy burgonyából is minél több hazait tudjunk a bolcokra kitenni, hiszen a burgonya a világban a harmadik legnépszerűbb növény, ugye a búza és a kukorica után ez a harmadik legfontosabb, és nekünk magyaroknak ez egy különösen fontos, mert rendkívül sokat használjuk. Ha jól tudom, akkor körülbelül egy harmada az elfogyasztott zöldségeknek az burgonya Magyarországon. Tehát rendkívül sokat használjuk, mind főételnek, mind ételekhez, de köretnek vagy egyéb dolgokra. És mi ugye az időjárásról bármennyire is szeretnénk, nem tudunk gondoskodni, tehát most is úgy fogadtak, hogy jó lett volna, ha hozott volna magával esőt, sajnos ezt nem tudtam, viszont azt tudom mondani, hogy az előző Európai Uniós ciklusban 176 milliárd forintot fordítottunk kertészeti pályázatokra, és most írtunk ki egy újabb 50 milliárd forintos kertészeti pályázatot, június 26-án került kiírásra ez a pályázat. Ezek a pályázatok azok, amik lehetőséget adnak arra a gazdáknak és a burgonyával foglalkozóknak egyaránt, hogy fejlesszenek, újabb és újabb fejlesztéseket hajtsanak végre, és ezzel ezt a versenyképességünket növelni tudjuk. Az asszály és a szokatlanul magas átlag hőmérséklet pedig nem csak a burgonya ültetvényekben tett kárt, a kukorica is nagy veszélyben van. Sajnos a kukoricára mostanságra már nem túl sok jót lehet mondani, ellenben másfél hónappal ezelőtt még mindenki csúcstermésről beszélt. Mostanra, hogy ez a nagy asszály, azt hiszem, hogy két megye kivételével jelentősen csökkenni fog a kukorica termésmennyiség. Most már ilyen 40, maximum 50 mázsákat rebesgetnek a szakemberek. Hát nagyon-nagyon rosszul jött ez a több hete tartó meleg a kukoricára. Vízválasztó év lesz ez az év sajnos, ha így alakul, mert ugye már nem elég, hogy a kukorica, de most már a napraforgót is mesélni, amit az előbb ugye mondtam, hogy ha így haladunk, akkor már lassan a napraforgót is öntözve lehet lesz termeszteni gazdaságosan. Amikor legutóbb voltunk itt a Repszet bemutatón, akkor nagy optimizmussal voltunk, ugyanis egy csapadékos időjárás volt, jó kelések voltak, egyenletes kelések, és jónak mutatkozott úgy a kukorica napraforgó, még a kalászosok is akkor még hasznosultak azok, bíztunk abban, hogy csapadékos időben kifejlődnek a szemek. Ez sajnos nem így történt, és ez már látszott a kalászosoknál. Volt a megyének olyan részei, ahol hullott elég csapadék, sőt, ha mondhatnám, hogy ahol 220 mm hullott is a Nagyfaluban, akkor még túlzás is volt, de a zömében, most az utóbbi időben olyan szárazság van, hogy már vannak olyan táblák, ilyen 30-50 hektáros táblák, hogy azt lehet elmondani, hogy 100%-ban nem fog majd a szem kifejlődni, még a csőkezdeményezés, ahogy megindult, úgy is maradt, úgyhogy nem lesz rajta szem, van 2,5-3 méteres, mondhatnám, lombozat cső nélkül, úgyhogy nagyon elkeseredett a gazdák, és az a közeljövőben várható, hogy még azok, amik most úgy mondanám, ha kapnának egy csapadékot, hasznosulhatna, nem lenne 100%-os kár, azok is abban a helyzetben kerülnek, hogy még most 25-30%-ról beszélgetnek, de most már minden nap sokat tesz hozzá. Rácz Imre beszélt az idei Magyarok Kenyere karitatív programról is, amely már több mint 10 éve segít a Kárpát-medence rászoruló családainak. Az Agrárkamara vármegyei elnöke ezen a nyáron is számít a nagy lelkű felajánlásokra a gazdálkodók részéről. Több mint 10 éve indult ez a program, és a Szabolcs-Szatmár vármegye is, gazdái is nagy számban vesznek ebbe részt. A tavalyi évben 165 főnek az adománya
nyár próbáltuk eljutatni olyan civil szervezeteknek, egyházaknak, akik a rászorulás szerint széjjel osztogassák itt karácsony környékén. Mi is nagy hangsúlyt fektetünk most is a megyében rá, és köszönjük szépen, hogy a Kölcsei TV is segít ennek a tájékoztatásában, és várjuk azokat a gazdálkodóktól az adományokat, akik megtehetik, és szeretnének ezzel a karácsony környékén örömet szerezni a rászoruló embereknek. Úgy tervezik az ország nagy részében, hogy augusztus 20-a környékén lezárják, de mi soha nem szoktuk lezárni augusztus 20-a környékén. Van nekünk is itt a Palomúzeumban egy ünnepség, ahol úgymond a Magyarok Kenyere programmal lezártnak veszük, de mi Szent András napi disznóvágáskor szoktuk értékelni ezt a helyzetet, és az adományokat megköszönni azoknak, akik adományoztak, illetve azoknak a civil szervezeteknek egy oklevéllel átadni, akik majd ezt eljutassák célba. Mi lisztet adunk a kívánság szerint, a civil szervezetek megmondják 1 kilós, 2 kilós, 5 kilós kiszerelésben, és akkor leszállítsuk oda a helyszínbe, úgyhogy én most is azt szeretném, hogy nem zárnánk ezt le, aki a november 30-áig bármikor jelentkezik, akkor ezt beteszik oda a közösbe, és ez a kiosztási lényegében senki nem marad le erről a lehetőségről. Ez egy nagyon jó kezdeményezés a kezdetektől fogva, és nagyon boldog vagyok, hogy ez a kezdeményezés idén is tovább megy. Ugye a rászorulóknak is ez egy nagyon nagy segítség, de rendkívül fontos az is, hogy a szimbolikus jelenségeket is bemutassuk, illetőleg bemutassuk azt, hogy a magyar agrárium az 20 millió ember ellátására alkalmas. Voltak nehezebb időszakaink, ugye a Covid, a háború mind megnehezítette az éveket, ilyen szempontból megnehezítette a Magyarok Kenyere programot is, hiszen ma mindannyian tudjuk, hogy nehezebb ezekre forrásokat találni, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan program, amit tovább kell vinni, és akár évtizedek múlva is sikeresként lehet, vagy sikerként lehet elkönyvelni, hiszen ez mind mondom a rászorulóknak, mind a hagyományaink őrzése szempontjából egy rendkívül fontos esemény. Ez egy erőt mutat, hogy tudunk gondoskodni azokról, akik a határon túlra szorultak önhibájukon kívül. Nekünk ez a magyar kormánynak kezdetektől fontos volt, ugye ezt tudjuk 2010-ben, amikor a polgári kormányzás elkezdődött, ez egy fontos lépés volt, hogy a határon túliakról is gondoskodjunk, és ebben a Magyarok Kenyere programban is ezt beépítettük, és gondoskodunk a határon túliakról. Ez mind kulturálisan, mind társadalmilag, mind erkölcsileg felelősségünk is fontos is. Egy kis település számára minden fejlesztés fontos, főleg ha egészségügyről van szó. Vas megyeren megkezdődik az orvosi rendelő felújítása, az épület kívülbelül megújul. Hogy mindez mit jelent a helyiek számára, és hogy mi minden történt és fog történni a községben a közeljövőben, arról Abinéri Krisztina polgármester asszonyt kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindenek előtt beszéljünk kicsit magáról, Vasmegyerről. Mekkora ez a település, mekkora a lakosság száma, és milyen adottságokkal rendelkezik? Vasmegyer közel 1800 fős község, a Kemecsei járáshoz tartozik, és mivel 2000 alatti lakosság számmal bírunk, ezért Kemecsei közös hivatallal dolgozunk együtt. Van-e saját orvosa, hiszen most az orvosi rendelő az apropója annak, hogy itt van? Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, saját házi orvosunk van, aki helyt állt a covidos években is, tehát nálunk a lakosok egy napig sem voltak ellátás nélkül. Mi az, ami most meg fog történni az orvosi rendelőn, és milyen forrásból tudják ezt megoldani? Önkormányzatunk a TOP Plus pályázat keretein belül a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra kiírásban sikeresen pályázott, és ennek köszönhetően az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő felújulhat, megújulhat kívül-belül, és egy energetikai korszerűsítésnek is eredményét remélem, hogy hamarosan fogjuk, igen. Mi az, ami az energia racionalizálás, energia racionalizálás keretében megtörténik? Megújuló energiát használnak, vagy a meglévő rendszert korszerűsítik egy kicsit?
elég tág és sokrétű lesz ez a felújítás, ami külső és belső felújítást is fog érinteni. Jelenleg magában az épületben egy vegyes házi orvosi praxis és a védőnői szolgálat működik. Elsősorban kiemelném a fűtés korszerűsítését, mert nagyon elavult a fűtésrendszerünk, és az elmúlt években komoly problémát okozott a fűtés, a kazán karbantartása, ami mellesleg nagy anyagi terhet is rótt az önkormányzatra. Ennek a pályázatnak segítségével teljesen megújulhat a fűtéskorszerűsítés, új kazánok, radiátorok kerülnek behelyezésre. A belső felújítás tárgyát képezi még ezen kívül a villamoshálózatnak a korszerűsítése, felülvizsgálata, ledes lámpatestek behelyezése. Az energetikai korszerűsítésünkhöz hozzátartozik még napelemrendszer kiépítése a tetőszerkezetre, illetve külső lábazati, fali és födémszigetelést is kapna ezáltal az épület. De a belső felújítást, a padló, fa burkolati cserék, belső ajtócseréket is tartalmaz, illetve egy nagyon fontos eszközbeszerzés is van a pályázatban, aminek köszönhetően a ményakrák szűréshez alkalmas eszközökkel is fogunk most már rendelkezni. Mikor történik ez a felújítás, mikor vehetik át a megújult épületet? A nagyon reméljük, hogy a napokban elkezdődik fizikálisan is a felújításunk, ami szükségessé tette, hogy a jelenlegi orvosi rendelést a csatolt községünkben, Tiszarádon, ott átmenetileg lesz, igen, az orvosi ellátás, mert külső részen is érintett lesz a felújítás, hiszen a kerítés, a régi kerítés elbontásra kerül, aminek a helyére egy új kerítést fogunk építeni, illetve járda és térköves parkoló is épülni fog egy zöldövezeti, parkosabb környezetben, és ezáltal a vasmegyeri lakosok egy modern, kulturált intézményben, épületben vehetik igényben az egészségügyi alapellátást. Az önkormányzatunk pedig egy energiahatékony, sokkal gazdaságosabb, szebb épületnek lehet a tulajdonosa, sokkal, igen. Sokkal alacsonyabb költséggel. Sokkal alacsonyabb költséggel. Mikor vehetünk birtokba ezt az új épületet? Nagyon bízunk benne, hogy az idei évben befejeződnek a munkálatok. Remélhetőleg. Nyilván itt még nagyon az elején tartunk, tehát bármi közbe jöhet, de bízunk benne, hogy 2-3 hónapon belül igénybe fogjuk tudni venni az új épületet. Nagyságrendileg mekkora összeg az, amit erre fordítanak? Ugye említette, hogy topos forrásból. Kellett-e önerő hozzá? Nem, 100%-ban visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzatunk rá, ami nagy szerencse, hiszen kisközség révén nagyon nehéz lenne az önerőt ehhez előteremteni. 115 millió forintot nyertünk. Milyen forrásból gazdálkodhat egyáltalán a település? Mi a bevétel? Vannak-e cégek, akik iparűzési adóval tudják ezt növelni, vagy csak az államra számíthatnak? Hát igen, itt megint kiemelném, hogy pár évvel ezelőtt sokkal szerencsésebb helyzetben volt önkormányzatunk, hiszen településünkön működött egy hűtőház. Sajnos ez bezárt, így ez az iparűzési adó kiesett. De így sem panaszkodhatunk, mert van iparűzési adó bevételünk, amit megpróbálunk nagyon megfontoltan felhasználni, mert igen, vannak olyan pályázatok, amihez, ha minimálisan is, de önerőre van szükség, ilyen lesz majd most a közeljövőben a három ütemben elkészülő játszóterünk, ahol két pályázatot is nyertünk, és a vidékfejlesztési pályázatnál önerőre is szükség van. És amennyire tudom, aszfaltozni is szeretnének utakat? Igen, szintén Top Plus pályázat keretében nyertünk egy
régen dédelgetett álom volt. Vasmegyer még 4 aszfaltozatlan úttal rendelkezett, ebből a leghosszabb, 870 méteres hosszúságban a Vasvári Pál utcánkon sikerült szilárd burkolatot készítetni vízelvezetéssel. Ez a beruházás befejeződött. Tulajdonképpen még használatba vételi engedélyekre várunk, de fizikálisan az út elkészült. Milyen terveik vannak a közeljövőben, és mi az, amivel a település megtartó erejét szeretnék növelni? A közeljövőben említettem, a játszótér építése fog megkezdődni, a közvilágítás korszerűsítése is hamarosan megkezdődik. A legnagyobb tervünk és álmunk a hiányzó 3 érintett önkormányzati útnak a szilárd burkolata lenne, ami egy kicsit nehezebb feladat, hiszen keskeny szélességű utakról beszélünk, ahova építési engedély nem kapható, tehát így a pályázati lehetőségek is beszűkülnek. Igen, ezen kívül hatalmas nagy álom még a fő utcánk, a Kossuth utcán nagy átmenő forgalom miatt borzasztóan szeretnénk egy járdát építeni. Itt hasonló a helyzet, hogy a szélesség nem mindenhol adott, úgyhogy nagyon nehéz lesz a végére járni, de bízunk benne. Tervek között szerepel még a község szépítése, fásítása, illetve a kulturális és közéletnek a kicsit fellendítése, mert az elmúlt időszakban sajnos az érdektelenség tapasztalható mindenféle fajta rendezvényen. Pályáznak most ilyen közösségépítő rendezvényekre is? Igen, pályáztunk az idei évben, és sajnos az nem nyert, de a tavalyi és tavaly előtti évben civil szervezet segítségével sikeresen pályáztunk rendezvényekre is. Mi az, amit vízióként, mint polgármester elképzel Vasmegyer számára? Hát nagyon vizuális vagyok, rengeteg célunk, álmunk, tervünk van. Én nagyon szeretném, hogyha a lakosságot nem csak megtartani tudnánk, hanem a városból ki tudnánk csalogtatni a fiatalokat, és a lakosság számot tudnánk növelni megfelelő infrastruktúrával és környezettel, vonzóvá tenni számukra a vidéki életet. És talán a legvonzóbb a dologban, hogy nyilván kedvező áron lehet telkekhez vagy ingatlanokhoz jutni, mint bent a városban. Igen, önkormányzatunk akár önkormányzati telkek kialakításába, parcellázásába is gondolkodik, hogy első lakáshoz jutó támogatásként ez is alternatíva lehetne, hogy motiváljuk a fiatalokat arra, hogy új lakások is épülhessenek községünkben. Évek óta nem volt rá példa, hogy új lakás épüljön, inkább a régi ingatlanokat vásárolják meg, és azokat próbálják újítani. A Vinéri Krisztina, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és mindezekről beszámolt nekünk. A legtöbb üzlet a fővárosban, a legkevesebb a nagyközségekben szűnt meg az elmúlt 10 évben. A KSH statisztikai adatai alapján Budapest után a legtöbb gazdálkodó szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében került bejegyzésre. Igaz, itt is szűnik meg az egyik legtöbb. A tavalyi évhez képest vármegyénkben 3-4%-kal csökkent az egyéni vállalkozások száma. 2023. június végétől az év végéig több mint 4000 bolt zárt be országosan, ez derült ki a KSH adatsorából. Ha százalékban kifejezve nézzük, akkor a legnagyobb arányú bezárási hullám Budapesten és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt. Előbbinél már az 5%-ot is elérte a bezárás mértéke a vizsgált időszakban. A kiskereskedelmi üzletek számának csökkenés egy hosszabb ideje tartó folyamat. Adataink szerint 2013 óta évente 3-4 ezer üzlet szűnik meg az országban. Ez átlagosan 3,5%-os csökkenés jelent minden évben.
2023-ban jelentősebb 7,6%-os csökkenést mértünk, ennek nagy részét azonban egy országos szolgáltató kiskereskedelmi tevékenységének teljes megszűnése okozta. Üzlettípusonként vizsgálva azt látjuk, hogy az élelmiszer és élelmiszer típusú vegyes üzletek száma 5,2%-kal, a nem élelmiszer jellegű üzleteké pedig 9%-kal csökkent egy év alatt. A szakember szerint hosszabb távon érdemes megvizsgálni a kérdést. 10 éves távlatban körülbelül negyedével esett vissza a kiskereskedelmi üzletek száma. Ez minden üzlettípust érint, de természetesen nem mindegyiket egyformán. A fogyasztói szokások változásával is összefüggésben a legnagyobb mértékben 40%-ot is meghaladó arányban a használt cikk, a könyv, újság és az iparcikk jellegű vegyes üzletek száma csökkent az elmúlt évtizedben. Érdekesség, hogy a boltok összesített alapterülete lényegében változatlan maradt, évek óta stabilan 15.000 négyzetméter körül alakul, még a boltok számának csökkenése ellenére és az online kereskedelem térnyerése mellett is. Ez azt jelenti, hogy az üzletek átlagos alapterülete az elmúlt 10 évben 33%-kal 114-ről 152 négyzetméterre emelkedett, az az elmondható, hogy a hazai kiskereskedelem egyre inkább a nagyobb üzletek felé tolódik. Az elmúlt 10 évben egyébként a fővárosban csökkent a leginkább az üzletek száma, a legkisebb mértékben pedig a nagyközségekben, ennek ellenére továbbra is a főváros az üzletek legjobban ellátott terület, itt található az ország üzleteinek egyötöde. A 2023. decemberi adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 5500 kiskereskedelmi üzlet működött, ez az ország üzleteinek közel 6%-a. 10 000 lakosra vetítve 114 bolt jut a vármegyében, ez kissé magasabb, mint az országos átlag. A vármegyék közül tavaly Nógrád és Borsodabau üzemtén után itt csökkent a legnagyobb mértékben az üzletek száma, ez közel 8,4%-os csökkenést jelent. Az elmúlt 10 évben regisztrált csökkenés mértéke azonban az országos átlag alatt maradt. Ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét vizsgáljuk, a 2020-2021-es évek hoztak jelentős visszaesést a vállalkozások számát illetően, ez pedig főként a járvány következményeinek tudható be. A Covid idejéhez képest valóban úgy tűnik, hogy csökkent a gazdálkodó szervezetek száma Magyarországon, és ez nyilván ugyanígy vonatkozik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére is, hogy itt is csökkentek a vállalkozások. Itt azt meg kell nézni, hogy ez a gazdálkodó szervezetek, ezek egyéni vállalkozások, illetve társas vállalkozások, mert itt a megyénkben elsősorban az egyéni vállalkozásoknak a száma csökkent, illetve ezek a vállalkozók a gazdasági helyzet miatt szüneteltették a vállalkozásukat. Na most, mi ennek az oka? Itt elsősorban, ha visszamegyünk, a Covid azért megtépázta eléggé a gazdasági szereplőket, itt voltak a ágazatok, akiket különösképpen, tehát a turisztika vendéglátó ágazatot, de a többieket sem hagyta békén a maga a Covid. Utána volt az energiaválság, ami rátett egy lapáttal, és nyilván itt a magas infláció, illetve most itt a fogyasztásnak a csökkenése is hatott ezekre a vállalkozásokra. Hogyha számszerűsítve nézzük, akkor a megyébe a 2024 júniusi adatokat vizsgálva és visszanézzük 3 évre, akkor egy olyan 3-4% között csökkent ezeknek a vállalkozásoknak a száma, és elsősorban az egyéni vállalkozásokra vonatkozik. Nyilván azok, akik kevés tartalékkal rendelkeztek, illetve nehéz volt ez a gazdálkodási helyzetük, azokra volt jellemző, hogy megszűntek. Én úgy gondolom, hogy ezt nyilván érzékeli a kormányzat is, és felülvizsgálták a 2019-2030 közötti KKV stratégiát, és megnézték azokat a kritikus pontokat, ahol javítani kell a vállalkozásoknak a helyzetén. Itt el lehet mondani sorban, amivel a kamaránk is erőteljesen részt vesz, itt a finanszírozás kérdése, a másik, ami még jellemző manapság is, a generációváltás napjainkban zajlik, aztán fontos a hozzáadott érték, illetve az innováció és a kutatásfejlesztésnek a területe is. Na most a kamara is próbál odafigyelni ezekre a vállalkozásokra. Ráadásul azt érdekes adat, azt tudni kell, hogy Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb gazdálkodó szervezet Budapest után, ami azt jelenti, hogy itt a vállalkozó kedvel nincsen probléma, csak nyilván azt tudni kell, hogy havonta elég sok vállalkozás alapul, vagy alakul és elég sok szűnik meg. Tehát a kockázatvállalás az jó, csak a felkészültséggel vannak problémák. A megfelelő szakmai és anyagi háttér biztosításához azonban a kereskedelmi és iparkamara is segítséget biztosít. A Széchenyi hitel kihelyezése, és ez különösen
a válság idején volt jelentős, amikor a bubor azért 18-19% volt, akkor egy támogatott 5%-os hitel, az egy falatkenyér volt a vállalkozások számára. A másik dolog az, hogy adott esetben a kamarát is népszerűsíti, és a vállalkozásokat próbáljuk megszólítani egy új programmal, hogy a kamara házhoz megy. Ez azt jelenti, hogy a megyében 5 nagyvárosban kihelyezett irodát működtetünk ilyen kétheti váltásokkal, ahol próbáljuk felhívni a figyelmet ezekre a támogatott hitelekre, illetve a kamarának a teljes programjára, ami esetleg segítséget nyújt a vállalkozásoknak. Azt látjuk azért a híradásokból, hogy visszaesett a fogyasztás. Nyilván ennek több oka lehet, egyrészt az is lehet, hogy az emberek elindultak egy, pontosan miatt a krízisek miatt, elindultak egy megtakarítás felé, és próbálnak kisebbet költeni a fogyasztásra, de nyilván a jövedelmi helyzetből is adódik ez, illetve hát itt azért az energiárváltozás érintette a lakosságot is. Valóban csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Én bízom benne, hogy ez felmenő tendencia lesz. Itt nagyon fontos szerepe van egyébként az oktatásnak adott területen, pontosan azért, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon sok vállalkozás szűnik meg és alakul, tehát hogyha egy felkészültebb, edzettebb vállalkozó vág neki, mint a vállalkozói létnek, akkor nagyobb esély van a túlélésére, és ez nyilván ugyanez jellemző a kiskereskedelemben is. Ott meg ráadásul van egy átalakulási rész. Már a Covid óta azt tudjuk, hogy az internetes kereskedelem azért előtérbe került, és hát nagyon sokan lakosság részére, nagyon sokan most már azt mondják, hogy interneten vásárolnak, tehát előnybe részesítik a bolti értékesítéssel szemben. Másrészt a vendéglátóhelyeket is kevésbé látogatják, inkább a házhoz szállítás lett a divat, és a műanyag tányérból eszünk a munkahelyen hangulat van, ami nem biztos, hogy szerencsés. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Új műsorra legközelebb szerdán várjuk Önöket, akkor többek között gazdasági kérdésekkel foglalkozunk. Számítunk figyelmükre akkor is. Viszontlátásra!